A hírek világa után folytassuk innen a stúdióból, ugyancsak hírekkel, csak egy kicsit bővebben tisztelettel köszöntöm dr. Mátyás Ferenc rektorhelyettes urat, aki a külügyi területért és a tudományos területért felelős rektorhelyettes főiskolánkon. Rektorhelyettes úr, azt szoktuk mondani, hogy amilyen műhelyek működnek a főiskolánk, kutató műhelyek, olyan lesz az oktatásunk is, hiszen ehhez kötődik a legerősebben. Milyen területeken tudunk kifejezetten jó kutatóműhelyeket működtetni? Valóban a felvezetésben is említette, hogy az oktatáshoz is kapcsolódnia kell ennek a kutatási munkának. Hát én azzal kezdeném, hogy kimondottan olyan egységünk, olyan kutatócsoportunk, ahol a fő tevékenység a kutatás, tulajdonképpen egy van, ez az Eger-Fud Regionális Tudás Központ, amelynek a kutatási területe az élelmiszerbiztonság, de erről már sokat beszéltünk. Természetesen az ő kutatási eredményeiknek is lehet az oktatásban vetülete, de a tanszékekhez kötődő kutatási témák azok, amelyekről ma inkább itt szólnunk kellene. Korábban beszéltünk róla, hogy főleg az akkreditációs folyamatoknál egy nagyon fontos szempont volt az, hogy milyen tudományos háttérrel rendelkezik egy-egy szak, és az is nyilvánvaló volt, hogy a bachelor szakok, tehát a BSC, BA szakoknak az akkreditációjához azért a tudományos munkásságot is valahogy úgy kellett alakítani, hogy az megfeleljen az akkreditációs követelményeknek. Mondom én ezzel, hogy továbbra is szabad a kutatás, mindenki azt kutat, amit akar, de azért mégiscsak kell, hogy legyen egy vezérvonal, amely azt az illető szakterületet szolgálja. Így mondhatom azt, hogy minden egyes szakterületnek van egy ilyen vezérvonala, egy ilyen kutatói műhelye, de az is igaz, hogy nem lesz és nem lett mostanáig mindegyikből mondjuk országosan elismert műhely. Azok a műhelyek, amelyeket országosan és nemzetközileg is ismernek, azok természetesen elsősorban azokhoz a területekhez kapcsolódnak, ahol úgymond az akkreditációs folyamat második lépésében a mesterszintű szakok akkreditációjánál is már sikeresek voltunk. Tehát ez a műhely akkor természetszerűen adódik, hogy talán az egyik, vagy legerősebb műhely a főiskolánkon a történelem tudományokhoz kapcsolódó kutatóműhely. Szerintem a művészeti, zenei részt is ide kell említenünk, bármikor kutatásról beszélünk, nem szoktuk mindig ide venni, de szerintem a művészeti tevékenység az ugyanúgy ebbe a kategóriába tartozik, és nagyon elismert művészeink vannak, akik tulajdonképpen a magyar felsőoktatásban nagyon jó helyen állnak, tehát minősítettségben. Igen, ezt szokták emlegetni is, hogy nem tudom, hogy túlzás-e vagy túlzok-e, ha azt mondom, hogy például a rajztanszékünk, röviden fogalmazzak most a tanszék elnevezéséről, az egyik legerősebb az országban. Igen, hát ugye átalakulva ebbe a BSC-s rendszerben már a nevüket is megváltoztatták, most már hiszem vizuális tanszék a nevük. Való igaz, hát ezen a területen nyilvánvalóan a minősítettség az díjakban jelentkezik. Tehát olyan tanszék, ahol olyan létszámban vannak jelen Munkácsi díjasok, Kossuth díjas festőművész van, az joggal lehet büszke a teljesítményére. Hát hogy a többi főiskolai, egyetemi hasonló szakokon tanító kollégákkal összehasonlítva hol tartunk, biztos vagyok benne, hogy nincs okunk szégyenkezni, de valószínűleg a legjobbak között vagyunk. Van-e lehetőség arra, hogy ezek a műhelyek, ezek a kutatások tartsák a kapcsolatot az országban más műhelyekkel? Egyáltalán ez bevett szokás-e, hogy egy kicsikét nyitottan kezeljük, vagy netán külfölddel? Természetes dolog, tehát ma a kutatást nem lehet bezárni, hogy mi itt kutatunk valamit, tehát az eredményeket, ha nem publikálják, nem teszik nyilvánvalóvá a kutatók elérhetővé, akkor az nem ismert eredmény lesz. Tehát ma a fióknak dolgozni nem lehet. Egy természetes követelmény az, hogy ezek a kutató műhelyek más felsőfokú intézmények, vagy éppen a témában lévő kutató központokkal kapcsolatot tartsanak. Hát a nemzetközi esedés az pedig mindenütt ott van. Tehát ma már nem igen lehet olyan tudományterületet találni, amelyiknek ne lenne nemzetközi kapcsolatrendszere. Hát mondjuk, ha legjobban akarjuk ezt láttatni, talán a természettudományokat tudjuk elővenni. Ma már nem hiszem, hogy van olyan folyóirat, amelyikben ne lennének a szerzők között több országból.
tehát ilyen házi folyóiratot gyártani nem nagyon érdemes, de nem is szoktak, hiszen a tudomány ma tényleg egy nemzetközi jellegű. Tapasztalata szerint milyen kapcsolat és milyen hatás van a tudományos diákköri munkát végző hallgatóink és a tanszékeken működő kutatóműhelyek között? Hatnak-e egymásra valamilyen módon? Nyilvánvalóan olyan tanár, aki önmaga nem végez tudományos tevékenységet, érdemben nem tud diákkörös vezetni, diákköri dolgozat elkészítésében diákot felkészíteni. Az is nyilvánvaló, hogy egy jó diákköri dolgozat valami olyan témában kerülhet ki, ahol a tanárnak már komoly kutatási előzményei vannak, és egy olyan témát tud adni a hallgatónak, amiről tudja, hogy az az ő szintjén, kezdő kutató szintjén az meg is oldható. Tehát a ráhatás az nyilvánvaló. Ahol nagyon jól kutató tanáraink vannak, ott vannak a legjobb tudományos eredmények is. Ez az összefüggés a kettő között. Ez egyébként az előbb emlegetett rajztanszékre is jellemző, mondtuk, hogy milyen kvalitású tanárok vannak ott. Két érdemes művész is van, azt hiszem őket még nem említettük. És az utóbbi években nagyon szépen szerepelnek a hallgatóik is a tudományos diákkörén, bármilyen meglepő, még a művészszakosoknak is van tudományos diákköri tevékenysége, és többször helyezettek voltak már. Mennyire lehet ez bekapcsolni egyébként ezt a munkát a tanításba magába, tehát a tanítási folyamatokba? Lehet-e ezekre is építeni? Nos, hát ugye magát a tudományos munkát, azt tudományos tevékenységet szokás két részre osztani. Egyikre azt mondják, hogy hát az igazi alapkutatás az nem az, amit holnap már be lehet vinni az órákra, hanem inkább azok, amikor az alapkutatásnak az eredményeit mondjuk az oktatásba átvisszük. Tehát ha valaki ír egy új tankönyvet, nyilvánvalóan, hogy a tudománynak a legújabb eredményeit is szeretné valahol ott az utolsó fejezetben megjelentetni. Tehát ha nem is napra készen, egy kis késéssel, de ezek az eredmények először, hogy úgymond kicsit leírva, hogy ilyen van, aztán egyre részletesebben, de igenis bekerülnek az oktatásba. Tehát akinek vannak olyan eredményei, amelyek leginkább olyan alkalmazott jellegűek, ha úgy tetszik, tehát ahol már az alapkutatásnak az alkalmazásairól is lehet beszélni, általában azok jelennek meg kimondottan a tankönyvekben, jegyzetekben, vagy az oktatási órákon. Úgy mutattuk be, hogy a tudományos és külügyi rektor helyettesünk van-e olyan terület, miután rálátása van az egészre ennél fogva, amelyre azt mondja, hogy a legbüszkébb lenne olyan kutatóműhely, olyan kutatóterület? Hát az előbb említettem az igazán kutatásra specializálódott egységünként az Eger Food regionális tudásközpontunkat. Azt hiszem, hogy méltán lehetünk rájuk büszkék, mert az eddigi beszámolóik alapján tulajdonképpen egy pályázatból hoztuk létre ezt az egységet. Nagyon elégedettek voltak a munkájukkal, és ők maguk is, mi is mindent megteszünk azért, hogy az ő munkájuk nemzetközileg is ismerté válhasson, a közeljövőben is mondjuk a berlini Magyar Nagykövetség által szervezett konferencián egyik előadó lesz a mi retünknek az igazgatója, több más magyar regionális egyetemi tudásközponttal. Tehát ez azt jelenti egyben, hogy külföldön is tudomást szereznek erről a műhelyről, sőt az eredményeikről. Mert hát sokat beszélünk a tudományról, a kutatásról, de hát ennek akkor van értelme, hogyha eredményei vannak, és ezek az eredmények valahogy a gazdasági szereplőket is megérintik, és hát ez pontosan egy ilyen példa rá, ahol nem csak a kutatás, elméleti kutatás, cikkek száma mutatja az eredményt, hanem az, hogy nagyon jó kapcsolatban vannak a kis közepes vállalkozásokkal, és ilyen értelemben pont ez az, amit manapság preferálni igyekszik, a kormányzat, a tudománypolitika, minden, hogy ha kutattunk, az eredménye minél hamarabb hasznosuljon. Itt rögtön azért zárójelbe két dolgot hangsúlyoznék, hogy hát itt egy regionális egyetemi tudásközpontról van szó, és hát nekik már az indulásukkor büszkék lehetünk rájuk, hiszen egyetlen főiskolaként alapíthattunk egyetemi tudásközpontot. Hát utólag a munkájuk igazolta, hogy ez a pályázat megítélés sikeres volt. Emlegettük a beszélgetésbe, hogy a legtöbb ilyen kutatóműhely azért külföldi kapcsolatokkal is rendelkezik, akkor lépjünk ezen is egy kicsit túl, és hát a külkapcsolataink alakulásáról ebben az évben hogyan tervezünk, hogyan gondolkodunk,
hiszen egyre jobban nyitnak a felsőoktatási intézmények, és egyre jobban nemzetközivé válnak. Ha helyt akarunk állni, akkor nekünk is ezt az utat kell követni. Így igaz, nincs más út. Új célokat nem tudok megfogalmazni, mint azt, amit a teljes külkapcsolatrendszerünkben követtünk, hogy tulajdonképpen minél több oktatunk és diákunk tudjon bekapcsolódni a nemzetközi oktatási életbe. Tehát értem én ez alatt a minél nagyobb számú tanár csereprogramban való tanárcsereprogramot, és azt, hogy a hallgatóink, főleg a hallgatóink, minél több hallgató mehessen külföldi egyetemekre cserediákként, és természetesen jöhessenek hozzánk a mi főiskolánkra is diákok. Ez az a két terület, amelyik talán látványosan a legnagyobb fejlődést éri el, csak érdekességét megemlíteném, hogy mielőtt jöttem, megnéztem. Most éppen 15 európai országgal van úgynevezett Erasmus szerződésünk, amelyik lehetőséget biztosít arra, hogy a tanáraink külföldi egyetemeken végezhessenek oktató és részben kutató munkát, és a hallgatóink pedig elmehessenek külföldi egyetemekre, illetve onnan fogadhassunk, és ez a 15 európai országból 48 felsőfokú intézmény, illetve 48 konkrétan megkötött szerződést jelent. A harmadik rész pedig a terület, az együttműködési terület, amely kínálkozik a külföldi partnerekkel, az természetesen, amiről beszélünk, azoknak a kutatási területeknek az összehangolása, ahol ott is, itt is komoly színvonalú a kutatás, és egymásra hatva, egymás segítve, közös munkával ezt még magasabb színvonalra lehet vinni. Én úgy gondolom, hogy az előbb említett élelmiszerbiztonsági téma nem az egyetlen a főiskolánkon, ahol nemzetközi kutatás téma van, ha csak a természettudományi karon maradunk, tehát mondjuk a biológiai intézetünknek a MOHA kutatási projektje, vagy ezek a szárazságtűrő gabonafélékkel kapcsolatos kutatások, ezek mind-mind olyanok, amely komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, de azért mondjuk mondhatnám az informatikusok, vagy a Matematika és Informatikai Intézetnek a kutatócsoportjainak a kapcsolatát is. És hát ha azt nézzük, hogy Európán kívül is ott vannak a partnerek, tehát akkor nem szabad kihagynunk például az egyiptomiakkal, a maláziaiakkal, ebben tulajdonképpen az e-learninges témakörben, tehát az információs technológia témakörében kialakult jó együttműködést. Tehát igenis megvannak azok a területek, ahol ezt az együttműködést mind tanárcserébe, diákcserébe, mind pedig a konkrét témák együttes kutatásában végezni tudjuk. És hát ha már itt tartunk, akkor se hallgassuk el, hogy az amerikai földrészre is betette a lábát az EGRI Eszterházy Károly Főiskola. Nem tudom, hogy erről akarta beszélni, hát hiszen onnan jött, legutóbb ott jártak Amerikában. Igen, tulajdonképpen amerikai földrészről mindig is volt a főiskolánknak egy-két jól működő kapcsolata. Az utóbbi évben olyan bő 15 éves kapcsolatra tekintetünk vissza a Valdosztai Egyetemmel kapcsolatban. Ez egy Georgia állambeli, Valdosta városbeli állami egyetem. Tulajdonképpen azért jártunk most ott éppen, mert az 5 évvel ezelőtt megkötött szerződésünk lejárt, és mind a két fél úgy gondolta, hogy ez gyümölcsöző kapcsolat, ezt érdemes tovább folytatni. Mind abban a három témában, amit az előbb érintettünk. És természetesen, hogyha lehetőség van arra, hogy Amerikában egyetemi vezetőkkel lehessen tárgyalni, akkor nem szokás hetente átrepülni az óceánt, akkor más partnerintézményt is meglátogattunk. Egy új partnerintézményünk ugyancsak Georgia államból van, ez a Milledgeville város. Hát azt mondom, hogy míg a Valdosta olyan eger méretű város, a Milledgeville ez egy kisebb méretű, 20-25 ezer lakosú városka, nagyon szép egyetemmel, a Georgia College and State University, tehát ilyen furcsa neve van, megtartották a régi college nevüket, de jelezni kívánták, hogy ők már egyetem, tehát magyarul mind a kettő nevet egy éssel összekapcsolva használják. Mind a két helyen folytatott tárgyalásaink azt mutatták, hogy mind a tanár, mind a diákcsere programban, mind a kutató tevékenységben fogunk és tudunk is együttműködni. Sőt, olyan
hát azt mondom, hogy szerencsénk volt még, hogy nem csak a konkrétan a két egyetemmel, hanem az ő rendszerüket nézve tulajdonképpen úgy mondanám, mintha mondjuk a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztériumban megkeresnénk a felsőoktatási főosztályt. Ott náluk van egy ilyen országos Georgia College System, amelyiknek a vezetői fogadtak minket, és egy nagyon szép prezentáció mutatták be az egész Georgia államra vonatkozó felsőoktatási képet, hol milyen képzések vannak, milyen területeken, hol vannak már külföldi diákok, hova mehetnek a magyar diákok. Tehát az igaz, hogy konkrétan két egyetemet látogattunk meg, de mondom azáltal, hogy ennek az egész szövetségnek a vezetőivel is találkoztunk, tulajdonképpen képet kaptunk a teljes Georgia felsőoktatási intézményekről. Magyarul egész sok földrészen ott vagyunk, a földön, és hát több helyen ismerik. Európában ma a kapcsolatrendszerrel bírni már nem kunszt, főleg az unióba lépésünk után. Azt kell mondjam, hogy minden egyes földrészről van a Eszterházy Károly Főiskolának kapcsolata. Ha most azt mondanánk, hogy a minden egyes földrésznél kicsit azért bánjunk csínyán a szóval, mert Ausztráliából még lehet, hogy nincs, hát túl messze van, ez tény és való, de ez nem jelenti azt, hogy például kollégáink nem jutnak el egy-egy konferenciára, esetleg éppen erre a földrészre is. Tehát ha ott találkoznak majd olyan szakemberekkel, akikkel közös témában együtt tudnak dolgozni, ez sem kizárt, de azért a közelebben elérhetőknél már mindenütt vannak partnereink. És hát alakulnak a hallgatói kapcsolatok is ehhez, hiszen mindegyik területtel jár egy-egy hallgatói csere is, nem csak a tanár. Természetes. Hát ez a lényege ezeknek a nem európai, tehát az Erasmuson kívüli kapcsolatrendszernek, hogy ezeket egy ilyen kétoldalú szerződéssel szabályozzuk, hogy ha tőlünk megy ki oktató vagy diák, mire számíthatott, mibe kerül neki az ott lét, és fordítva, amikor hozzánk fog jönni, hát csak, hogy egyből kézzelfogható eredményt is mondhassak, hogy mi várható. Tehát például a Milledgeville Egyetemről a hónap végén, jövő hónap elején itt lesz egy oktatással foglalkozó, hát mi úgy mondanánk talán inkább a média informatikához közelebb álló professzor, aki eltölt nálunk egy pár napot és előadásokat fog tartani, illetve szeptemberben megjelenik az első hallgató is arról az egyetemről, az amerikanisztika tanszékünk óráit fogja látogatni. És a valdosztaiakkal pedig eddig is működött már a csere. Többen voltak kint, és ők is látogattak már ide több tanszékünkre. Lenne bőven miről beszélni, én azt hiszem, hogy a részletekről majd az egyes témáknál fogunk szót ejteni. Én most ezt az általános bevezetőt itt köszönném meg rektor helyettes úrnak, és hát kívánjuk, hogy maradjunk is erősek mindegyik földrészen, hiszen az mindig meghatározza az intézmény színvonalát, hogy milyen külkapcsolatokkal rendelkezik. Közeleg a tavasz, ha jön a tavasz, akkor itt a tavaszi fesztivál, és a tavaszi fesztivál van Budapesten, akkor Egerben is tavaszi fesztivál van. Ha Egerben tavaszi fesztivál van, akkor a főiskolánkon is az van, hiszen művésztanáraink koncertjei is szerepelnek ebben a programban. Nézzük meg az összefoglalót erről az ajánlatról.